Sziasztok, és mindenkinek a csatornámon, én Kitti vagyok, és ahogy már a videó címéből bizonyára láttátok, ma a Dead Girl napi rutint fogom letesztelni. A TikTokos nézőim biztosan tudják, hogy miről beszélek, hiszen a Dead Girl-ök olyan emberek, olyan lányok a TikTokon, akik a tökéletes napi, reggeli rutint élik, és bizonyos olyan szokásokat építenek be a napjaikba, amiknek segítségével sokkal egészségesebbek, sokkal produktívabbak, és ki tudják magukból hozni a maximum. Ezeket a szokásokat én pedig most összegyűjtöttem, és le fogom tesztelni, hogyha egy nap mindegyiket megcsinálom, akkor hogy érzem magam a nap végére, mennyire vagyok produktívabb, mint alapból, ahogy a napjaimat szervezem, és ebben magammal viszlek titeket is, hogy meg tudjam nektek mondani, hogy szerintem melyek azok ezekből a szokásokból, amiket akár nektek is érdemes beépíteni a mindennapjaitokba. Egyébként, ha tetszik nektek ez a videó ötlet, akkor ezt mindenképpen jelezzétek nekem egy lájkkal, ebből is látom, hogy több ilyet csinálja, kerüljünk is rá a videóra, és kezdjük el a Dead Girl napot. Reggel, amikor felkeltem, hazudnék, ha azt mondanám, hogy hajnali 6-kor már csörgött az órám, hiszen jól kialudtam magam, utána egy produktív szokással folytattam a napomat, hiszen megágyaztam, és utána pedig elkészülöttem egy kicsit, szóval megmostam a fogamat, lekezeltem az arcomat, raktam fel egy kis tonikot, és már mentem is a gardróbomhoz, hogy kiválasszam az outfitemet a mai napra. Egy rövid gatyát választottam, és egy fehér pólót, aztán már startoltam is a konyhába, ahol elkészítettem a Dead Girl-ök reggeli innivalóját, a citromos vizet. Én sosem értettem, hogy mi ez az óriási felhajtás a citromos víz körül, viszont, mint ahogy megtudtam, akár a fogyásban is segíthet, hidratálja a szervezetet, beindítja az emésztést. Én csak mentát és citromot raktam bele, ezt ugye felöntöttem forró vízzel, és az íze, az őszintén szóval nem volt a legjobb, de később, mint megtudtam, ezt úgy szokták elkészíteni, hogy ezeken a hozzávalókon kívül még raknak bele egy kis mézet, esetleg gyömbért, fahéjat, és ezekkel megízesítve biztosan jobb íze van, és nekem is jobban ízlett volna, legközelebb már így fogom kipróbálni. Miközben a citromos vizemet iszogattam, válaszoltam néhány e-mailre, majd elkezdtek előjönni az elvonási tüneteim, hiszen aznap még nem volt kávé, szóval, hogy ezt gyorsan orvosoljam, elmentem a mamámmal és anyukámmal egyet kávézni. Ilyen kis adagban ne szégyenlődj már magadat. A következő programom az az, hogy edzek egyet, de közben anya megkért, hogy teregessek ki, szóval ezt gyorsan megcsinálom, és utána jött egy kis edzés. Készen vagyok a futással. Szerintem egy egész jó tempom volt, 32 perc alatt futottam le 5 kilométert. Egyébként meg ezt a számot hallgattam. How Far I Go, ez egy Disney mese, és ennek a remixe nagyon-nagyon jó. Nagyon-nagyon elfáradtam, szóval most gyorsan lefürdök, és utána találkozunk. A Dead Girl-ök a környezetük esztétikuságára is nagyon figyelnek, nálunk pedig éppen nyíltak a vazsarózsák, szóval úgy véltem, hogy ennél tökéletesebb pillanat nem is lehetne, arra, hogy hozzak be a szobámba egy csokorral, szóval ezt meg is tettem, és szerintem tök jól mutatott a komódomon. Lefürödtem, hogy itt is mostam gyorsan, és amíg ez megszárad, addig feldobok egy gyors sminket, és nem sokára jön hozzám a Rebu barátnőm is, szóval lassan indulok az állomásra, és vele fogok találkozni. It's been a day, stressing out like crazy, just wanna be lazy with my girls. It's been a day, we gonna get wavy, layer on some diamonds and some pearls. Maybe we could go to the mall, get our nails done, get our hair. Kicsit melegem volt, szóval átvettem gyorsan a pólómat. A Dead Girl napi rutinban nagyon ikonikusak a to-do listák, és én a mait még nem készítettem el, szóval most előveszem mindjárt a noteszemet, és meg fogom írni, hogy ma még mivel rem, milyen teendőket kell letudnom. I want, I want, I want me.
erről a dead girl trendről gondolok, az az, hogy egyrészt tök pozitív, mert esetleg vannak olyanok, akiket motivál arra, hogy edzenek, vagy foglalkozzanak magukkal, több me-time-ot csináljanak, viszont másrészt meg tökre káros is lehet. Nem csak egy életformát, hanem egy testalkatot is idealizál. Azt látjuk, hogy nagyon-nagyon vékony lányok, akik valamilyen nagyvárosban élnek egy apartmanban egyedül, azok edzenek, egészségesen étkeznek, mindenféle menő dolgot csinálnak. Ne érezd magad rosszul, amiért neked nem ilyen esztétikus ez, mint ahogy bemutatják, hiszen lehet, hogy egyébként ők se csinálják meg ezeket a gyakorlatokat, csak felveszik videóra a trend kedvéért, és begyűjtik a nagy nézőszámukat. Szóval nem minden az, amit ott látunk, viszont hogyha téged tényleg ez tud motiválni arra, hogy fejlődj és jobb legyél, akkor pedig érdemes követni. Ha pedig nem, akkor maradj annál, amit megszoktál, csináld úgy, ahogy szereted és csinálod, ezzel ne is foglalkozz ezzel a trenddel. A kávé szükségleteim még nem merültek ki erre a napra, mert hogy vártam a Revi barátnőmet, és együtt is kávéztunk egyet. Nem csak, hogyha a dead girl rutint követitek, hanem általánosságban is. Szerintem nagyon fontos egyébként, hogy társaságban legyünk, és körbevegyük magunkat a családunkkal, a barátainkkal, mert hogyha társaságban vagy, sokkal kiegyensúlyozottabb leszel te is, jobban érzed magad a bőrödben. Én legalábbis ezt figyeltem meg magamon. Szóval, ha nyáron például mérlegeled, hogy inkább otthon maradj Netflixet nézni, vagy mozdulj ki a barátaiddal, akkor én azt ajánlom, hogy mozdulj ki, mert a nyár is el fog múlni, és ezek a pillanatok nem fognak visszajönni. A varázslók a Waverly helyből imádtam, amikor nem tudom, 10 évesen vagy 11 évesen, és egyik nap feldobta a YouTube, hogy ilyen népszerű Disney sorozatoknak a főcímdalai, és ennek is a varázslók a Waverly helyből ennek a főcímdalát is feldobta, és tök megjött a kedvem, szóval most már a negyedik résznél járok, és nagyon-nagyon jók, amint csodálkozok, hogy amúgy csak 22 percesek, nekem sokkal hosszabbnak tűntek, már nagyon-nagyon-nagyon élvezem, és most megcsináltam a vacsimat, ami sárgadinnye, füstölt prosuttósonka, kis bazsalikom, meg raktam rá ilyen balzsamecetes szószt, szóval most ezt fogom megvacsizni, és közben megnézek ebből egy részt. Nagyon-nagyon imádom, szóval most mindjárt elindítom, és szerintem ez igazi dead girl vacsi lesz, mert hogy a sorozatnézés az tényleg me time. I'm just good at caring too much. Mindjárt 9 van, de ma még nem raktam ki egy TikTokot sem, szóval most forgatok is egyet, hogy ez sem maradjon ki. Is it too much to közben beesteledett, szóval le is fürödtem gyorsan, és felvettem a pizsimet. Most pedig azt találtam ki, hogy videóvágás közben fel fogok rakni egy arcmaszkot, megcsinálok magamnak egy teát, és meggyújtok pár gyertyát, szóval sokkal hangulatosabb lesz. Ez az esti programom, még csak 10 óra van, szóval szerintem egy ilyen 12-ig, hajnali egyik biztos fenn leszek, addig vágom a videót. Szerintem ez ma nem fog elkészülni, mert nagyon időigényes, már ezt a videót fogom vágni, viszont majd holnap reggel korán felkelek és be fogom fejezni, de addig is minden bele, most először is lemosom a sminkemet és felrakom az arcmaszkot. Egy anyagmaszkot fogok felrakni, ami rózsaszín. Egy nagyon hosszadalmas procedúra volt, amire ráment az egész estém, és utána már csak az volt hátra, hogy ágyba feküdtem, és aludtam egy jót, szóval így zárult le a napom.
Most pedig itt vagyok, és összegzem ezt a napot. Produktívan telt, sok mindent megcsináltam, és olyan dolgokra is elvettem magam, ami alapból, ahogyha nem forgatom ezt a videót, nem biztos, hogy megtörtént volna. Például edzettem is, szóval ilyen szempontból nagyon pozitívan értékelem ezt a napot, viszont ti is próbáljátok ki, és mondjátok meg nekem, hogy ezek közül a szokások közül melyek azok, amiket úgy gondoljátok, hogy ti beépítenétek a mindennapokba, vagy melyikek azok, amik már minden nap szoktatok csinálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban. Kérlek, jelezzétek egy lájkkal és egy feliratkozással, hogyha tetszett nektek ez a videó. Sok puszi, sziasztok!